Na mi van, Pepe, mesélj! Sárkány lányokkal habakozok. Mesélj róla. Majd ha meg lesz, akkor mesélek majd róla. Pergő próbálgatás van. Szuper. Nem tudom már hova hangoljam. Ez itt egy helyi pergő. De ő is az enyém fog nyerni sajnos, szóval. De ha már itt van, akkor kipróbáljuk ezt is. Hát két rájdos megfejtés is lehet. Ezzel tenném, hogy én eléggé pártolnám. Ide rakjuk a másik rájdot is. Nem tudom, hova kéne ide. Ízé, de például az elemesben pont van, nem? A tiri-din-din-din-din-din-din-din-din. Na itt egy szuper alkalom, hogy a két rájdos dolgot kihasználjuk. Most már mesélsz gyorsan egyet, hirtelen? Akkor akarok mesélni, mert tényleg szépen fel van mikrofonozva, és be vagyunk már állva, és akkor az egész szettet fogom jellemezni, megígérem. Az Attila is írt magának jegyzeteket, hogy ne felejts el a témákat. Ez például a Lamantin közép része. Mutatom. Dudu, 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 dudu. Pá. Igen. Tutu, pátu, tu, pátu, tu, pátu, tu, pátu, pá. De ez nem igaz már. Kör elejétől mondta. Tu, tu, pátu, tu, pátu, pá. Mikikének találtunk egy megfelelő feladatot. Közreműködjön a lemezen. Legyünk! Mikike. Jött velünk egy séf is. Mint tudjuk, szeretünk enni. Mi lesz ma a mai merédes szívem? Milánói sertésborda. Sajtos, sajtogújtából. Óriási, kérem szépen. Egy-két szót a dobodról, amit itt feltöltál a felvételek kedvéért. Ezt már Mátéval megcsináltuk, jó? Jó, hát akkor nézzük meg a rendszert! Akkor akarok mesélni, Máté. Addig nem vagyok hajlandó interjút csinálni a dobommal, meg a dobomról, amik nincsen megfejtve. Megfejtve az, hogy mi lesz, és nincs bemikrofonozva. Akkor, ha az meg lesz, akkor bemutatjuk ők elmét. Jó. Ez lesz. Tehát interjú a dobban sokára, addig reklám. Hello, na megmutattam, hogy mivel nyomom föl a dobokat. Na szevasztok, na megmutattam, hogy mivel nyomom a... Készül a dob felvétel, hihetetlen. Van egy saját pergőm. Na szevasztok, na. Szóval ő lenne. Az írdatlan nagy kínai. Megmutatom, hogy hogy működik nálunk a dob felvétel. Vagyis hát, hogy mivel dolgozunk most éppen a stúdióba. Itt lenne ő, személyesen. Bemutatom első sorban, milyen dobon játszottam föl, Ani. Egy Thomas Star Classic Bubinga lábdobot használunk, ez egy 22x, azt hiszem 18-as lábdob.
Kicsit pofátlanra vettük a figurát. Na szavaztok, most megmutatom. Na ő lenne az. Yamaha Recording Custom Tamokat használok. Hihetetlen. 10-12, 14-16. Na hello, szavaztok! Kicsit megpróbáljuk egy totál... megvan, pontosan, tökéletes. Ez egy 6,5x14-es részpergő, nikkelezett rész. Na most megmutatom, hogy mivel játszottam fel a 3-as sút. Szóval ő az. Nem látszik így. Így se látszik. Jó van, leszarom. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Always look on the light side of life. Off you do. Csodálatos lett.